Sziasztok, én Mindmarc vagyok, és ez a videó a Let's Play sorozatomnak a 9. része lesz. Itt az előbb videón kívül átortam a dolgokat. Ide ebbe a ládába beraktam. Értsek, ez azért került ide. Ez a láda amúgy nem is volt itt. Azt most raktam oda. Meg még itt a ágyat oda tettem. Fölé tettem ezt a vészjósló zászlót. És ide bepakoltam, itt leszek a fák, meg a gyapjuk. Itt vannak a nem stackelhető itemek. Itt vannak ilyen random cuccok. Itt még nincsen semmi, azt mondja, kitalálom, hogy mi lesz. Itt van a föld, kő, meg a búza mag. És ebben a videóban azt terveztem, hogy egy működő kéményt fogok csinálni. Egy működő kémény, de hogy kályha. Én nem tudom, hogy kályha. Mindig ilyen működő kályhát, ilyen kibekapcsolhatót. Ide fogom szerintem csinálni. De először azt kéne megnézni, hogy craftoljuk az Observert. Akkor magyarul írom. Először kell nekünk egy ilyen megfigyelő mindenképpen. 2 adagoló kell még. 2 resztumpor. Kell 3 resztumpor, meg még 2 akkor a megfigyelőhöz. Most ez a 2 adagoló az necces lesz. Szerencsére használt ígyból is lehet adagolót craftolni. Itt van egy ilyen. Akkor talán tudunk majd csinálni. És akkor ja, tényleg még karc is kell. És ez azért lesz jó, mert világít, mert még lentre nem raktam világítást. És bocsánat. Ugye nem állt le a felvétel. Csak megjelent egy ilyen felugró ablak. És akkor most craftoljuk le a megfigyelőt. Aztán, hogy is kell a... Tök jó ez a kereső, mert rakás dolgot nem szoktam lecraftolni. És akkor most így lenézi a receptjét. És akkor... Ja, az íjat azt kiveszem. Kell az így. Itt van. Kell még akkor 3 fonál. Craftoljunk egy másik íjat is. Lehet, hogy hangos a játék. Nekem hangos. Lejjebb veszem. Nálatok lejjebb van halkítva, de nekem hangos. És akkor még fog kelleni redstone. Így. Egyet. Craftoltunk még egy. Jó. És akkor még kell 2 redstone. Majd a szerkezethez. Egy ragacsos dugattyú. Mi ez tök jó, hogy van nyálkagolyónk. Az kell vas. Azt hiszem. És nem tudok sprintelni. Az nem jó. Azt hiszem még egy vize is kell a dugattyúhoz, egy redstone. És ezekkel nem vagyok nagyon tisztában. Ezekkel a crafting receptekkel. De dugattyúhoz 3 vas kell. 1 vas. Ez. Jó, akkor kell deszka. 3 deszka. Mindkezd a 2-t és még ilyet. Nem mindegy, írjuk be aztán. Mit csinálja nekünk? Egy ragacsos dugattyú. Miért nem egyébként így tudom csinálni? Mindegy. Megvan a ragacsos dugattyúnk. Kell egy redstone fákja. Ja. Ami a folyton föllemegyek, és nincs is kajám. Szerintem eszek céklát. Az semmi nem visz fel kb, de azért valami.
nem jöhető. Akkor talán rohadt húst eszünk. És hogyha nem csinálunk semmit, akkor elvileg nem visz le kajacsíkat az égség effekt. Szóval fél percet itt várok. Na és elmúlt az effekt. Látjátok, semmit nem visz le a kajacsíkunkból, mert nem mozogtunk. Azt hiszem az égség az talán annyit csinál, hogy ugye vannak olyan dolgok, például a futás, ami visz le kajacsíkot, meg az ugrálás, a futás közben ugrálás, blokkütés, meg még nem tudom mi van. Besötétedett. És azok ugye visznek le kaját, és az talán ilyen gyorsabban megy le ezektől a kaja. Az ilyen mozdulatoktól, az égség effektnél, de magától meg nem. Szóval valami ilyesmit csinálhat. De akkor nézzük meg, hogy mi is kell nekünk. Még kell egy... Na, az az új, ami tábortűz. Kell egy szén, 3 bot és 3 rönk. Alszok. És akkor még el kell mennünk agyagot szedni, hogy majd a kinézetet is megcsináljuk. Szóval szén az fönt van, jelen, mert itt is van széndél. Egy szén, 3 volt, és akkor 3 rönk, legyen ebből most akácia. Így is mennyi rakás ott a régi házam előtt. Ezt szerintem még meg sem mutattam. De az előző videó előtt, videón kívül csináltam egy egész erdőt hozzá. Nem megmutatom akkor majd videó végén. Na, és akkor kezdjük el magát a struktúráját megépíteni. Utána majd kidészítjük. Ide fogom rakni. Kicsit majd ki kell így szélesíteni a házat. Elférjenek itt a dolgok. Akkor üveget az most kiütöm. Aztán a végén kiderül, hogy nyugodtan maradhatott volna. És akkor hogy is kell? Még egyet. Így. Mondjuk. Nem baj, jól lesz így. Ide egy adagoló. Rá egy tábortűz. Oda egy vizes vödör. Kelleni fog még egy kovakő és a cél is. Egy kovakő. Most azt persze, hogy nincs nálunk. Mint a hülye hangok. Nagyon idegesítőek. Jó, voltam kiszedhették a Minecraftból. De, hogyha valaki tudja, hogy ezeket melyikkel kell kikapcsolni, akkor ezt kéne szépen írjál a kommentbe, mert akkor én ezt ki fogom kapcsolni. Én a környezetre tippelek, de az nem tudom, hogy az-e. Szóval, hogy legyen, írjátok le kommentbe, hogyha tudjátok, hogy melyiket kell lehúzni, hogy ezek a hangok eltűnjenek. Akkor ide kell tenni még egy adagolót, amibe kell tenni egy kalkő és acélt. Azt oda betöltjük középre, hogy szép legyen. És akkor ide kell tenni 4 blokkot, ugye most kő. A tutorialban gyapjú volt, hát az szokott lenni általában. Ezt jól lehet látni, hogy most. Akkor melyik? Szín. Szóval akkor úgy szokták, hogy ugye több színből, és akkor mindegyik különféle rendszer, különféle szín. És akkor oda majd egy tégla jön. Most először kihelyettesítek kővel. És akkor még egy ragacsos dugattyú oda, és elvileg készen is vagyunk, jönem meg még kéne oda egy kar, és ebben a rendszerben az a jó, hogy nem tűzveszélyes, szóval nem fog felgyulladni a házunk, kivéve, hogyha 1.15-ben behozok egy újítást, ugye ez is felgyújtja az egész rendszert, azért
Elfelejtem, hogy nem működik, jó? Így be tudjuk kapcsolni. Siki. Oké. Akkor ez megvan. Szerintem most kikapcsolom. Hogy ha mégis felgyújtanom valamit, akkor ne tegyem. Akkor most szerezzünk agyagot. Amúgy majd lesznek az I betűnél kattintva szavazások. Mint hogy tudjátok, ott az I betű volt a felső sorokban. És oda fogok már tenni szavazásokat, már egy időben is van, csak az a probléma, hogy nem szavaztok rá. Szóval ezek ilyen, ilyen közvélemény kutatás, vagy hogy mi ilyen dolgokat csinálják a jövőben. Ilyen videókat, ilyesmik. És kérlek szépen szavazatok erre, mert eddig elég kevesen szavaztat ilyenekre. Eddig egyik videómban volt egy, arra egy ember szavazott. Aztán az előző videóban meg volt kettő, sőt most már beraktam tegnap egy harmadikat is, szóval három is van, és azokra nem is szavaztatok, pedig már van itt a három megtekintés. Szóval, tetszik, hogy ezekre szavazatok. Ja, hogy ez ennyi van. Ja. Azt hittem, hogy csak 48-et szedtünk. Nem baj, legalább akkor lesz egy rengeteg. Addig is az ott itt meg növelem a méretét a házaknak. Kell így a 31-köbe. És én itt lecraftolok. Kettőt szeretném össze lerakni. Úgy. Hát egy ilyen tégletes alakú, nem tudom, hogy jó lesz-e. Hasonlít az első házamhoz. Amit amúgy nem szedtem szét, majd lehet, hogy lebontok. Meg még ott vannak a farm is, tehenek is ott vannak. Ez egy rakás dolog még azért ott van. Az is lehet, hogy ezt itt ki fogom csinálni majd kőtéglára. De akkor így lesz, hogy itt van a kémény. Na, szerintem akkor egy ilyen ekkora bővítést csinálok ide. Csak most még. Aztán lehet, hogy kiderül, hogy ez kevés. És akkor még csinálok ide valamit. Szerintem akkor itt nincsen szakja, de volt. Akkor ezeket itt ki kéne cserélni deszkára. Be. Így. Hát, nem tudom, inkább itt legyen most ilyen. Hát ez nem annyira jól néz ki a szoba. Majd valamikor akkor csinálok vele valamit. Jobban nézem ki. És nézzük, hogy kiégette. Ó, 14. 14, abban már van 7 darab tégla. Az mennyi lépcsőre elég? 4. Akkor szerintem csinálok itt egy kővágót, hogy talán abban olcsóbb. 3 ilyen csiszolt kő kell. Csiszolt kő. Ja, nem a csiszolt kő kell, hanem a kővágó. Nem, 3 sima kő, jó. Akkor fölmegyek egy vasért. És akkor itt visszateszem a
fákját. Itt volt? Nem, itt volt. Kell akkor egy vas. Talán ezt a ládát majd akkor leviszem. Mert így elég sokat kell rohangálni. És ez nem olyan jó. Na. Akkor van már 10 téglánk. És akkor csinálok itt egy kővágót. Nézzük, hogy ezen lehet-e mennyit ad egyet. Hát az még mindig jobb, hogy rakok 7-et abból. Ez mennyi is? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-ból lesz itt 4. Itt meg. 7, 3, 4, 5, 6. 6-ból lesz itt 6. Úgy nekem most csak 2 kéne. Először. Kettő kéne, azt tudom, és lehet, hogy még kell több is, így egy, kimarad egy, és akkor segítok, itt lesz majd a kémény. Éjszaka van, észre se vettem. Nagyon jól világít ez a pályha. Akkor most kellene kőtégla. És akkor ide csinálok a kőtéglából egy falat. Szóval is ezt a blokkot itt visszateszem, és meggyújtom, mintha belesétáltam. Itt, itt teszek egy falat, és ezt mondjuk cserpenyek fognak jutni, és oda is egy ilyet. Így egy ilyen bekapcsoló rendszer az, szerintem jó lesz. Oda téglát. De akkor már itt is van tégla van, mint ez a hülye hangok. Így téglából. Jó. Akkor most itt meg kéne a kéményt, kémény méretét növelni. Kiütöm, és akkor majd kimegy a füst a tetőre. És itt a földön lehet kőtégla. Nézzük, mennyi sült ki. Ó, egész sok. Na, az még 8, az tök jó. Szóval nem fog kelleni. Oda teszek egyet, oda teszek egyet, és akkor innen föntről fogom ezt a sek csinálni. Ezt itt visszafedtem, hogy egy olyan baleset történjen, hogy beesek itt a kályhába. És akkor itt így jön a kémény. Ezt akkor mégsem teszem ide. Így. Mind késett a fakja. És akkor elég magasra fel kéne húzni ezt a kéményt. Csak még akkor itt megcsinálom a kéne.
hogy hívják ott a tetőt normálisra. Ha ide kell egy ilyen. És ide, meg egy ilyen. Amit nem tudok leírni. Jó, azt oda, téglát így vissza. És nézzük, 12, 8, jó, az még 5. Ja, azt ott nem tudjuk szépen, igen. És most ki kéne jutni a tetőre. Hogy jussunk fel, akkor felépítek. És akkor... Na. Ups, majdnem beestem. Tábor tűzbe, és ennek nem lett volna szép vége. Ahol teszek egyet, akkor oda kéne. Itt így. Meg nem eljük majd a méretét valahogy. Itt én már megint zombi húst kell mindjárt ennem. Ott már nincs. Az nem lesz elég, ez a maradék egy tégla. Mit fogunk kapni? Na. Akkor... megnézem, mióta megy a videó. 23 perce. Az jó, majd megvágom. És akkor rövidebb lesz. Egy ki tudja. És akkor most... szedek. Ez homok. Sódert. Videm sódert. Egyet. Szorít. Beteszem a agyagot, de 32 plusz 16, 48 mindegyikben, és akkor együnk. Hát ez elég kevés tégla, mint mondjak, 5. Abból még egy réteget rá tudok tenni. És akkor még itt egy két blokkal, két-három blokkal magasabbra szeretném csinálni. Sőt, akkor lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy ide teszek még egy tábortüzet, hogy látszódjon is a füstje. Akkor nézzük a kemencében, ez plusz 3 lesz megint. Mi is kell egy, hogy jöjjek hozzá? Tábortűzhöz. Ja, igen. Egy másik tábortűz, akkor majd azt is oda tetejére beteszem. És gyárt megvan, még kell szerezni egy párat,
nézzük. Jó. Innen is kiszedjük. És akkor 6 és még 2 kell. Talán amíg alszunk, addig kiég egy-egy. Úgy nagy szerencse, hogy van két kemencék, mert ez egy kemencében még az első adag sem égett volna ki. És akkor még egy. Jó. Ja nem, mert még egy kell. Gyorsan. Sőt, ez is lehet, hogy egy szalagvállát csinálok, vagy hogy hívják azt. Nincsen búza, akkor nem csinálok. Mert akkor ugye magasabbra megy a füstje, és jobban lehet látni. De akkor most inkább fejezzük be a kéményt. Így ad egy tábortüzet, és a kémény az mindig füstöl, de ott a világítást ki lehet kapcsolni. Talán még egy magasra, még egyel magasabbra kéne nevelni. Na, már így kettő. Tégla. Megnézem a házat kívülről, hogy mennyire füstöl. Nem annyira. Nem baj, majd akkor búzaföldet azt leszedem. És beteszek majd a rágy. Színobálát, vagy nem tudom, hogy volt lefordítva. És akkor... Na. Ez az. Kész van. A tégla. Csinálhatom is a kémény befejező rétegét. Lehet beugrani érte. Hú de, kicsit füstöl csak. Nem baj, legalább füstöl. És akkor kész a kémény. És akkor van egy ötletem, hogy a csirkének a tojásaiból miért nem lett eddig csirke. Talán azért, mert lehet, hogy van olyan feltétel le a tojásból csirke spawnolásnak, hogy az egy egész blokk legyen, amire rádobjuk, és nem egy, hogy hívják, és nem egy fél blokk, vagy másmilyen blokk, mint például a tölcsér. Gondoltam, itt, hogy ki fogunk ütni itt kettő blokkot, és ide letesszünk, hogy ide dobáljuk a tojást, és talán így lesz. Nem lett, akkor talán csak én vagyok ilyen szerencsétlen. Na, mindegy, majd akkor lesz valahogy. Ez tök jól néz ki, ez a füstölkény. És akkor megmutatom nektek ott a házam, régi házam előtti erdőt. Na, cukornád is egész jól nevegetett. Házépítés alatt már ezer éve nem szedtem a múlva. Ebből lesz egy pár könyves polc. Ja, meg egy nagy cukornád ültetvényt is szeretnék csinálni, ezért most ezt nem craftolom át. Hogy hívják be? Papírba. Ezt nézzétek. Ezt az erdőt telepítettem ide, hogy legyen fám. Hát egy ilyen erdő lett az eredmény. Egy hol van? Egy rét bajom közepén. Na, elfárom. Egy rakás tehén, ugye? És majd a világomban szeretnék ilyen magma műzenes dizájnokat építeni, mert azok nagyon jól néznek ki.
akkor is, hogyha nem ő találta ki, csak látta Twitteren. Meg amúgy ez a kemence, ez Mambo Jumbo-nak volt az ötlete, mint hogy tőle van a ötlet, van ilyen letölthető világa. Majd berakom a videó linkét leírásba, amiben ott lesz a világ letöltési link, az a világnak a neve, amit le tudtuk letenni, 50 things you can make, szóval ilyen 50 dolog, amit meg tudsz csinálni te is. És... jó sok pozant lett. Szia birka. És onnan építette meg ezt a kemence, egy kemence kályha rendszert. Nézzétek rá a csatornájára. Szintén egy tök jó csatornájára, szónos dolgokkal foglalkozik. Nem javaslom nektek. Hogyha nagyon baj lenne neki, hogyha valahogy észrevenné, hogy én is építettem ilyen dizájnt, és nagyon megdühödne rá, vagy mit tudom én, akkor max lebontom. De ezt amúgy azért csinálta, hogy más emberek is megcsinálják, szóval ez a dizájn, ez nem kopi, hogy jaj, te most lekopiszta a Mambo Jumbo-t, akkor ilyen nem szabad reportolom a videódat, mert nem. Ez egy olyan hogy hívják, dizájn, amit direkt azért csinál, hogy mások is megépítsék. De amúgy, hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok föl, ne felejtsetek szavazni, még megtehetitek az i betűre kattintva, hogyha lesznek szavazások, kicsi az esélye csak, hogy nincsen szavazás. Köszönöm, hogy végignéztétek a videót, sziasztok!